Üdvözöllek a mai videóban, nem is húzom a szót, sokat ándő. Arról fog szólni, hogyan lehet egyedi ikont készíteni egy adott mappának, vagy bármi másnak, vagy mondjuk egy parancsikonnak. Szóval, kezdetlegesen létrehozok ide egy ilyen mappát, és akkor ez ugye üres, tehát ezt most csináltam, nem tartalmaz semmit. Utána én nem igazán szerettem volna képet rakni, de úgyhogy létrehoztam egy ilyen kék vászont. Amint látod, Full HD a felbontása, itt írja, és akkor tegyünk rá mondjuk valamilyen szöveget. Tehát saját mappa és különleges ikon. Ezt megcsinálom, hogy látszódjon, és mondjuk teszek neki egy ilyen fekete teret, így. Ezt a képet elmentem, mondjuk legyen az, hogy PNG file lesz, illetve random, ez lesz a neve az asztalra, és akkor hogy működik ez. Tehát ráviszed a, tehát kijelöld a mappát, nyomsz egy baloldali altot, meg egy entert, kijönnek a tulajdonságok, testre szabás, ikoncsere, és akkor itt, amint látod, vannak megadott ikonok, ami közül lehet választani. De hát, hogyha ezeket unod, és sajátot szeretnél, akkor fogod, és berakod a saját fájlodat, de ez itt még nem fog megjelenni. Kivéve, hogyha minden fájlt nyomsz, de akkor sem lesz jó, mert ICO fájl kell neki ahhoz, hogy hogy ő ezt be tudja tölteni. Hogyan tudunk ICO fájlt létrehozni? Nekem van egy ilyen programom, Format Factory, ez a neve, és akkor itt van az, hogy ICO. Ezt a képet ide belehúzom, és kimenet beállítása. Méret korlátozása 128x128-as, vagy 256x256. Nagyon egyszerű megjegyezni. A bitek szerint mennek a méretezések, tehát más méretet nem próbáltam még, hogy elfogod-e, de elvileg nem kéne neki. Na most akkor. Tehát megnézzünk egy ilyen 128-ast is. És megnézzünk egy 256-osat is, hogy fog az úgy kinézni. A 256-osat kicsit nehezebb megjelenítenie magának a számítógépnek, ezért amikor berakod egy mappába, hogy azok ott legyenek egészen pontosan így, akkor csak a 128-asat fogja megjeleníteni. Meg is tudjuk nézni. Tehát ez a 128x128-as. 256-osat nem jeleníti meg. Én azt mondom, hogy igazából mindegy, hogy melyik mérettel dolgozol, most kicsiben úgyse látod annyira. Nyilván amikor berakod ezt, akkor meg fog jelenni. Tehát már is mutatom. És akkor asztal, hol van az? Új mappa, talán ez lesz az. És akkor itt van a 128-as. Most nyilván, ha egy képet teszel bele, akkor teljesen más lesz, tehát jó lesz a felbontása egyébként, de így néz ki. És megnézzük, ezt nem kell megnyitni, vagy hát mégiscsak megnyitom, és átírom, hogy ez itt a 256-os. És akkor
Berakjuk azt is, megnézzük, hogy milyen. Kicsivel természetesen jobb lesz. Tehát kitölti az egész keretet, mert hogyha megfigyelt, az előbb volt egy kerete. Illetve még azt szeretném mondani, hogy ha ezt megnézzük mondjuk nagyban, hol volt az? Magában a mappában, ha jól emlékszem. Tehát itt. Tehát hogyha megfigyeled, össze van nyomva a kép. Azért, mert szélesebb volt, mint magasabb, ez pedig egy az egyhez arány. Tehát én azt javaslom, hogy már a kezdetektől fogva olyan arányra dolgozz, amire szükséged van. Tehát én azt mondom, hogy csúnya most, ha beraksz egy képet, egy fényképet, mondjuk akár egy arcot valakiről, akkor ilyen nyújtott ovális feje lesz. Viszont legyen az, hogy most csinálok egy olyan ikont, amiben ez lesz benne, méghozzá így. És megnézzük az alternatív módot. Tehát egyből egy az egyhez fogom levágni a méretet, és akkor ennyi lesz benne képvágása. Igen, mentés, és legyen mondjuk, nem tudom, asztal 3 ellel. Szintén PNG, én nem szeretek mással dolgozni. És akkor itt lesz. Egészen pontosan itt. Most akinek nincs meg ez a Format Factory program, annak én már kerestem ilyen alternatív megoldást, tehát beírod igazából a Google keresőbe azt, hogy ICO file és online. Tehát egy convert image to ICO file online. És akkor rákattintasz erre, és igazából arra fogsz kijutni, amit én már előzőleg készre megnyitottam. Itt kiválasztod a fájlt, asztal, igen, és akkor az előző mentett kép, illetve itt meg tudod adni, hogy mennyi legyen. Én 256-ot szeretnék, és 256-ot. Lehet, hogy ez a konverter jobban konvertál, mint a Format Factory, és meg fogja jeleníteni magában a mappában is az ICO képet, de az is lehet, hogy nem. Tehát színes legyen, nem kell semmilyen változtatás, bár nézzünk egy ilyet, legyen éles. DP nem kell, vágni nem kell, és aha, ez be kell jelentkezni, igazából mindegy. Szóval indul a konvertálás, és amint látod, készen is van. Le tudod tölteni. Persze, hogy ne tölteném le. És akkor megjelenítés mappában, ami itt van. És ez lesz az. Bár ő már elvileg letöltötte a háttérben. Mindegy, kivágom. Nem vagy muszáj egyébként ugyanabban a mappába tenni a képet, hogyha nem akarod. Na, ez viszont jobb. Tehát ez megjeleníti. És elvileg 256-szor. Aha, igen. Tehát egy kicsivel jobb. Hát valószínűleg ugye folyamatosan fejlesztik, mert nekem egy régi változata van a Format Factory-nek, és ezt a konverter programot online ugye fejlesztik folyamatosan. Ez lehet az oka. És akkor nézzük meg ezzel a fényképpel, hogy milyen tallózás, és asztal elvileg, igen, ez az, alkalmaz, és hát ugye ott van, mint hogyha az asztalomban lenne még egy kis asztal. Szóval remélem, hogy segítettem, köszönöm a figyelmet, kellemes szórakozást kívánok.